A jelenlévőket Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott intézmény vezetője köszöntötte. A verseny Turi Sándor játékmester irányításával zajlott, aki szerint ez a létszám majdnem rekord. Karcagon nagyon kedvelik ezt a játékot, illetve népszerűsítik is különböző rendezvényeken. A legfiatalabb induló 7, a legidősebb 85 felé közeledik. Az ország nagyon sok pontjából, közel 20 településről érkeztek versenyzők. 96 versenyző játszik a mai napon, tehát ez már majdnem hogy rekord ebből a szempontból. Itt legalábbis minden évben növekedés látszik, tehát tényleg látszik az, hogy a Dérinében nagyon-nagyon kedvelik ezt a játékot, illetve hát népszerűsítik különböző karcagi rendezvényeken. Tehát ennek a versenynek az a lényege, hogy az agyunkat megmozgassuk. A kombinációs készség, ami a legfontosabb, tehát elkezdi az ember játszani, mint egy rablórömit például, akkor lerak egy-két tercet, viszont ebben a játékban a terceket lehet összeválogatni. Tehát most nem akarom elmondani a teljes játékszabály, de lényeg az, hogy lent van mit tudom én 20 kő, akkor azt a 20 követ teljesen más formába át lehet rendezni, tehát más kapcsolódások jönnek létre. Ez csak akkor működik, hogyha az ember az agyát használja, és előre megtervezi azt a kombinációs sort, amiből az egyik követ átteszi a másikba, a harmadikba, a negyedikbe. Bevallom őszintén már találkoztam, saját magamon tapasztaltam 12 kombináció egy körben. Na most ezt egy perc alatt kell elvégezni. Tehát nem az, hogy gondolkodom, kimegyek kávézni, kimegyek egy kis brigost elfogyasztani, hanem egy perc alatt ki kell találni, és meg is kell valósítani. Ez tényleg komoly szellemi képességgel, és azt mondják, hogy szerencse kérdése is. Én úgy érzem, számítógéppen már valamilyen szinten elemeztük, hogy kb. 30% csak a szerencse, a többi a tudás. Hangsúlyozta a játékmester, aki szerint Karcagra felkészült játékosok érkeztek. Ez is jelzi, hogy a harmadik forduló közepén még 7 ember esélyes a dobogós helyekre. Pont most számoltam ki, illetve kezdtem el nézegetni az eredményeket. Jelenleg még 7 ember van, aki még nagy valószínűséggel a döntőben van, tehát az első 3 helyezett között van, de lehetnek még csodák, tehát hogyha egy körben 4 játékot, 4 leosztást megnyer valaki, és ezt 3-szor megteszi, akkor ugye 12-re jön ki az eredmény, ennek az esélye most per pillanat 6 volt a legtöbb, tehát a legjobb játékos is csak 10-ig tud eljutni. A rummi kubbok nyitnak a fiatalok felé is. Már van 4-5 olyan település, ahol gyerekek, fiatalok is játszanak. Ebben Karcag nagyon előjár, már iskolásokat is bevon a klub életbe, Kovács Nékerekes Katalin klubvezető, így heti szinten jönnek is a fiatalok játszani a Dérinébe. Most nyitunk a fiatalok felé, tehát eddig volt egy-egy versenyző, aki jelentkezett a versenyre, azt hiszem a 4. helyezés volt a legjobb, illetve 2019-ben egy 11 éves leányzó lett az országos bajnok. Tehát érdemes feléjük is fordítani az energiát, érdemes az, hogy nem csak az idősekkel foglalkozni a fiatalokkal, de megpróbáljuk azt, hogy ezt 2 szekcióba széthúzni, tehát korosztályi játékokat előbb-utóbb megszervezni. Most már van 4-5 olyan település, ahol már gyerekek is játszanak, ebben Karcag nagyon előjár, mert itt már tényleg iskolásokat vonnak be, és heti szinten jönnek be a klubba. A Dérinében meg lehet találni, tehát ha valaki szülő úgy érzi, hogy ez egy jó játék, akkor igen, hozza a gyereket. A verseny eredménye. Első helyezés, Széke Zsuzsanna, Budapest, 7 győzelem, 639 pont. Második helyezés, Nagy Sándorné, Karcag, 7 győzelem, 426 pont. Harmadik helyezés, Juhász Lászlóné, Szolnok, 6 győzelem, 607 pont. Gratulálunk!